Magyarország az Európai Unióból pozitív. Hát ez a Leader Plus, ez teljesen más, mint a hagyományos pályázati formák. Ugye a hagyományos pályázatoknál egyénenként, tehát valamilyen országos kiírásra kell pályázni. A Leader Plus az egy helyi kezdeményezésen alapul. Ennek az a lényege, hogy néhány település összeáll, és a településben lévő önkormányzatok, vállalkozók, civil szervezetek alkotnak egy úgynevezett akciócsoportot. Ez az akciócsoport pályázhat a későbbiekbe a Leader Plus-ra. Ez egy kétfordulós pályázat. A első fordulóba kell csinálni egy ilyen kistérségi, tehát néhány településre szóló programot. Amennyiben a program elfogadásra kerül, a második fordulóba ezek a települések, illetve az akciócsoportok kapnak egy pénzösszeget. Ez jelen esetben pályázatonként 100 millió forint. Ezt a pénzösszeget pedig helyben költhetik el, tehát egy csomagterv alapján, és az akciócsoport dönt abba, hogy kik nyerik el a pályázatokat, sőt az akciócsoportok helyben fogják írni a program, illetve a pályázatot. Na most erre lehet pályázni, és az biztos, hogy ez az összeg, ez a településeken, tehát helyben kerül majd a későbbiekbe elköltésre valamilyen vidékfejlesztési címlet. Ez a korábbi pályázati szisztéma változatlanul fennmarad, tehát lesznek olyan prioritások, elsősorban a különféle országos programok kapcsán, amire jövőben is központi pályázatok lesznek. Na most, ott, ahol rések vannak, és sok esetben találkozunk azzal, hogy szeretnénk ezt azt megvalósítani, de éppen nincs rá pályázati kiírás, vagy nincs rá semmilyen jogcím, hogy pályázni lehessen, ebben az esetben ezeket a réseket fogják az akciócsoportok betölteni. A kistérségnek, tehát illetve a csoportnak könnyebbséget fog okozni az a körülmény, hogy kistérségi szinten már különféle programok készültek el. Ilyen program többek között a kistérségi gazdaságfejlesztési program, idegenforgalmi program, környezetfejlesztési, és így sorolhatnám tovább. Tehát ezekből a programokból eleve lehet meríteni, de itt végső soron egyrészt a már meglévő programok mentén is haladhatunk, másrészt pedig ezek a csoportok fogják meghatározni azokat a speciális igényeket, amire valójában szüksége van a lakosságnak, helyi vállalkozásoknak, ahhoz, hogy jobbak legyenek a helyi körülmények, és hát jobb legyen az emberek közérzete azzal, hogy ezek a pályázatok a későbbiekben megvalósulnak majd. Hát én úgy gondolom, hogy itt egy kettősség van, ugye, mert Magyarországon hagyománya van a megyerendszernek. Ugyanakkor az Európai Unió pedig nagyobb területi dimenziókba gondolkodik. Én úgy gondolom, hogy egyre nagyobb szerepük lesz a kistérségeknek a régió mellett, ugyanakkor pedig a megye valamilyen közbenső funkciót fog ellátni, de érzésem szerint a megye szerepe az egyre inkább háttérbe fog kerülni.